Albert Anna Mária 3 évtizeden keresztül volt a kolozsvári magyar opera szólistája. A legnehezebben előadható szoprán szerepeket játszotta, hatalmas repertoárja felülelte az operairodalom legfontosabb alkotásait, a Turandottól a Fidelióig. Erről a rendkívüli életpályáról szól a Prospero sorozat legfrissebb beszélgetőkönyve, amelyet Benkő Judit, a kolozsvári rádió zenei szerkesztője jegyez. A nagy népszerűségnek örvendő Prospero sorozat újabb állomáshoz érkezett. A legfrissebb kötetét mutatták be a kolozsvári Györkösmányi Albert emlékházban. A teremben már állóhely is alig akadt, hisz a legújabb kötet főszereplője a legendás hírű Albert Anna Mária operaénekesnő életútjára nagyon sok zenekedvelő, opera látogató kolozsvári volt kíváncsi. A könyvbemutatón felszólaltak a sorozat szerkesztői, Balázs Imre József és Demény Péter, a kolozsvári magyar opera igazgatója Szép Gyula, a mindenki által tisztelt és szeretett Gutman Mihály, valamint az életút történetét kötetbe rendező Benkő Judit, és természetesen maga az ünnepelt Albert Anna Mária. Amikor egy művészt az ember színpadon lát, akkor valahogy távol van tőle, a színpad valahol fent van, reflektorok vannak, azok elválasztják a reflektorfény, elválasztja az embert a művésztől. De amikor a kezünkbe veszünk egy ilyen könyvet, akkor ez megváltozik, és a művész is valahogy másik arcát mutatja meg. Lohinszky Loránddal kezdődött a sorozat, és színházi emberekkel folytatódott, de egyszer csak elkezdtük operás egyéniségeket, személyiségeket is kiadni. És akkor itt vannak a könyvek, Hari Béla, a karmester, Marton Melinda és Albert Anna Mária. Faludi Györgytől tanultam azt, bár hát nyilván én tőle kaptam ezt. De hát nekem ez fontos, úgy értem, hogy maga a mozdulat, az persze régóta létezik, hogy kitől hány kézfogásra van az ember. Én éppen azért, mert Faludi Györggyel kezet fogtam, egyetlen kézfogásra vagyok József Attilától. És még mennyi mindenkitől, akivel ő kezet fogott, nekem azonban nem adatott meg ez a lehetőség, Babits Mihálytól például. Na de nem akarok névsorolvasást tartani, illetve ha akarok, akkor inkább ebbe az irányba szeretnék, hogy tehát ennek a könyvnek a révén, és a Prospero sorozatnak a révén mennyi emberrel vagyok én, vagy embertől vagyok én egyetlen könyvnyi távolságra. Kovács Györggyel, Delli Ferenccel, Flóra Jennővel, Otrok Ferenccel, Rónai Antallal, Zsemberi Elvirával, mindazokkal, akik ebben a könyvben benne vannak. Akik a Prospero könyvekben benne vannak, illetve kimondottan ebben a könyvben benne vannak. Azok, akik a magyar operában éltek, énekeltek, dolgoztak, talán mégis mégis kiváltságosabbak, mint a többi művész, anélkül, hogy rangsorolnék valakit, vagy félre ne értsenek, nem értékelném eléggé a művészet más tájain tevékenykedőket. Úgy gondolom, hogy ez a mi operánk, a kolozsvári magyar opera nem valamelyik opera a világ sok ezer operái közül, hanem a budapesti mellett az egyetlen magyar opera, és tudomások szerint az egyetlen is, az, vagy legalábbis lehet, vagy nagyon kevés lehet ilyen, de én úgy tudom egyetlen, amelyik az eladásainak a legnagyobb részét nem az állam nyelvén adja elő, játsza. Tehát egy rendkívüli egyedi intézményről van szó, mind Erdélyben, mind a Kárpát-medencében, Romániában, vagy éppen a világon. Gutman Mihály fölelevenítette Albert Anna Mária életútjának néhány állomását. A tordai gyerekkortól elkezdve a 42 szerepet felülelő hatalmas repertoárig, amelyekről részletesen vall a művésznő az interjú kötetben. Kit tiszteljek most igazán? Azt a 40-et vagy 42-t,
vagy a 43-at, Albert Anna Máriát. És Anna Mária ezen túl szólíts engem Misi bácsinak, mert én téged húgomnak foglak szólítani. Mert egész biztos megjelent álmomban a tündérke, aki elmondta, hogy Tordán megszületett egy csodás, kékszemű leányka, aki nem sírva jött a világra, hanem énekelve. És ezzel az éneklő szavával végig énekelte és meghódította nem csak Kolozsvár, hanem a többi nagy színpadok közönségét is. Aki kérdez, az megpróbál minél többet kipréselni abból, akit kérdezget. Egy darabig tapogatózik, aztán egy kicsivel határozottabban halad. Az, aki válaszol, pedig nem mindig hajlandó annyit elárulni, amennyit a riporter meg szeretne tudni. És akkor ezt a játszmát valamilyen módon én az első pillanatban, nem tudom, Albert Anna Mária emlékszik-e még rá, olyan szerűen fogalmaztam meg, hogy a te életed az én kezemben, és valahol a középúton kellene találkoznunk. Nekem minden a közönség volt. Hiszen egy művész azért él, nem magáért. Azért tettem egy csomó fényképet, ahol csoportok vannak, ahol lássák, hogy kik voltak, kik dolgoztak a Magyar Operában, kik szerették ezt a pályát, és miért dolgoztunk. Mi gyújtottunk egy lángot, és a láng az ég tovább, jó, hogy néha egy kis szél is megmozgatja, de arra kérem a fiatalokat, akiket nagyon-nagyon szeretek, hogy ezt a lángot vigyék tovább, és nagyon-nagyon vigyázzanak rá, mert úgy, ahogy hallottuk, egyedül itten van két nyelvű opera. És legyen, mert megérdemli a kolozsvári közösség. És még egyszer köszönöm önöknek, hogy eljöttek. Albert Anna Máriát és Benkő Juditot köszöntöm kész csókon, hölgyeim. Gratulálunk a könyvhöz is, el is fogom kérni, megmutatom a nézőknek, hogy miről van szó. Közben azt kérdezném, hogy mióta készül, Judit? Hát a könyv eléggé régecskén készül, és hát mivel egy operaénekesnő életéről készült, operaiasan úgy is fogalmazhatnék, hogy két felvonásban készült, ugyanis egyszer nekilendültünk akkor, amikor Demény Péter író-szerkesztő nekilendített bennünket. Utóbb menet közben az én életemben történt valami változás, szakmai szempontból egy kicsit ellendítettek mások más irányba, ami nem fért össze a levéltár, könyvtár, nem igen fért össze egy ilyen beszélgetés folyammal, akkor valamennyi időre megálltunk, és utána kezdődött a második felvonás, aminek a mondjuk a záró akkordja után most már a kezedbe vehetted ezt a könyvet, illetve az olvasók is megvásárolhatják. Művésznő, hogyan zajlott az első beszélgetés? Ismerték egymást az előtt? Hát, ismertem az édesapját. Körülbelül együtt jártunk akkor a főiskolán. És régi kollégák voltunk, és egyszer csak szól a telefon, ezelőtt vagy tizen, nem tudom hány évvel, és Benkő Judit, na hát tudtam, hogy létezik, na nagyon örültem neki, azt mondja, hát születésnapod lesz, és akarok egy pár szót felvenni, és közvetíteni. Hát én nagyon meg voltam lepődve, mert bizony mi nem voltunk elkényeztetve akkor, felvételeket se csináltak előadásunkról, keveset írtak, én általában második, harmadik szereposztás volt, mikor ötödik szereposztásban is énekeltem, és a sajtó nem jött mindig ki. Kritikusok nem jöttek el. Aztán a premiereken mindig ott voltak, az első két előadáson, akkor összehasonlították, de
az már nagyon-nagyon régen volt, meg is mondjam, majd aki megveszi a könyvet, az láthatja, hogy hány éves vagyok. Nem szégyellem egyáltalán. A 85-öt is betöltöttem a Jóisten segítségével, és amíg engedi, hogy éljek, talán még másokat is meg fogok élni. És ez egy nagyon nagy dolog, hogy az opera vezetősége, vagy pedig a kiadó elkezdett egy ilyen sorozatot, hogy a régi művészekről írjanak. Hogy ismerjék meg. Vannak fiatal kollégáim, akiket én se ismerek mindig, ha bár nagyon sokat járok az operába, de mégis más az, mikor az ember próbákon megismeri egymást, vagy személyesen megismeri egymást, és ők se ismernek minket. Azt se tudják, hogy ki voltam, azt se tudják, hogy mit játszott akkor az opera. És azt hiszem, hogy ez egy olyan kis pótló is volt ennek a könyvnek a megjelenése, mert a kezdettől ott voltam, és a repertoárban úgy felelevenítettem már, amiben én szerepeltem, hogy miket játszottunk, én miket énekeltem. És remélem, hogy az a közönség, aki akkor, mert még sokan élnek azokból, akik akkor hallottak, azoknak szintén felelevenedik a fiatalkoruk. És ez egy olyan boldogság mindenkinek, azt hiszem jól esik, mikor visszagondolom, mikor 20 éves, 21, 22 éves voltam, hogy milyen szép volt, mikor elmentünk az operába, akkor nagyon sokan, általában mindig teltházunk volt, és nagyon sokan jártak az operába is. Gondolom, hogy adtam nekik egy kis visszaemlékezést. Biztos mindenki örülni fog. Hogyan szervezted meg a munkát, módszer szempontjából, hogyan működik, hogyan rendszerezted ezt a rengeteg tapasztalatot, ami így is fölidéződik? Én a rádiózásban is mindig megengedem magamnak, hogy lazán vezessen a pillanatnyi ihlet. Nem volt a dolog túlszervezve, ha jól emlékszem, a kedd délután volt, akkoriban az volt nekem egy időben egy ilyen szabadabb pillanatom. A kedd délutánokat szántuk erre. Találkozgattunk, beszélgetgettünk, mint egy rendes rádiós, vittem a magnomat, a mikrofonomat, kérdezgettem, és hát játszadoztuk ezt a bizonyos játékot, hiszen végül is, aki kérdez, azért úgy gondolom, hogy elég nagy felelősség van a válladon, amikor valaki a te kezedbe leteszi az életét. Ugyanakkor kénytelen vagy adott esetben szigorú is lenni, mert nagyon közhelyesen oda szeretnél kiukadni, hogy a végeredmény tényleg nagyon közhelyes lesz, a mesztelen valóság legyen, de most itt nagyon átjárhatók a határok, hogy egy híres énekestő életében hol vannak a határok, a pálya, az élet, a magánszféra, az, ami elmondható, az a kép, ami önmagában él önmagáról, az a kép, ami a világban él róla, az a kép, amit a könyvben másokra szeretne hagyni. Szóval sokat töprengtem. Hát ez kiderül, hogyha az érdeklődő a kezébe veszi. Így most hirtelen nekem az jutott eszembe, hogy rengeteg fotó van itt, amit majd a beszélgetésünk után bejátszandó portré részletből még bővebben megnézhetnek a nézők, hogy én nagyon szívesen fogadtam volna egy CD-t emellé. Erre nem gondolt a kiadó? Nem tudom, a kiadó gondolt. Őszintén szólva gondolkoztam a dolgon, de annyira bonyolultak jelen pillanatban az ilyen szerzői jogi dolgok, amikben zenekar, énekar, karmesterek, stúdió, gyakorlatilag egy átláthatatlan szövevény pillanatnyilag, és az az érzésem, hogy az anyagi szempontok is bizonyos kerete van ezeknek a könyveknek, úgy láttam, hogy mindig ugyanaz a kerete. Képek számát tekintve is. Milyen volt föleleveníteni ezeket az éveket, hogy néztem? Mire emlékszik vissza szívesen? Öröm is volt, nagy öröm volt, de nagyon felkavart. Mint minden alkalom, amikor visszatérünk a múltra, felkavarja az embert. És olyan sokáig kiestem egy rész. Azon kívül volt egy olyan periódus, amikor Fehérvári írt a nyugdíjasokról. Akkor volt egy másik, amikor
Korrodi Elek írt szintén a nyugdíjas operaénekesekről, aztán Hintos Diana, de ez mind csak egyszer a 30 éves opera, aztán 50 éves opera. Hát Istennek, én még éltem, és még élek. Sajnos nagyon sok kollégám nincsen. Azt hiszem, hogy akikkel kezdtünk, azok kívül egyen vagy két, Puni Júlia él még, és én talán. Úgyhogy nagyon elmentek a szólista kollégáim. És azért tettem olyan sok fényképet, szóval csoportképet inkább, hogy az a közönség, aki végignézi, vagy akik nem, azok is ismerjék meg, hogy kik voltak azok, akik az első években csinálták ezt a nagy operát, mert azt kell mondjam, hogy nagy opera, mert hogyha külföldről jöttek, mindenki csodálkozott, hogy ez a kicsi opera, ami most kezdődik, hát hogy lehet, hogy ilyen nehéz darabokat játszik? Melyik volt az utolsó szerep? Az Otello. Abban búcsúztam, de már 3 éves nyugdíjas voltam. De még megkértek, hogy csináljam, és közben is volt olyan, hogy első évben minden előadást még énekeltem, aztán másod évben csak nem volt már pénz, akkor egy kolléganőm szülési szabadságra ment, és annak a helyére vettek föl, az utolsó évben pedig az Otellót felújították, és akkor volt még 3-4 nehéz előadásom külföldiekkel is, és de nagyon szép volt, nehéz volt, de nagyon szép volt. Ez volt az életem. Hát én még egyszer gratulálok a kötethez. Hölgyeim, köszönöm, hogy befáradtak. A történetet folytatjuk még egy riport erejéig. Kedves nézőink, adászáró riportunk is Albert Anna Máriának a pályafutását mutatja be. A művésznőről néhány évvel ezelőtt portréfilm készült a Haza a magasban sorozat keretében. Ebből emeltünk ki néhány részletet. Ezzel megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra. Köszönöm. Én egy olyan énekesnő voltam, hogy mindenről kimutatást csináltam. Minden szerepemet felírtam, hogy mikor és hogy hányszor játszottam. Na de hát 29 év után egy kicsit nehéz visszagondolni. Most felteszem a szemüvegemet, hogy egy kicsit segítsen ez a lista nekem. Lássam is, hogy is. Tehát beszéltem az első szerepem, ami volt a Szabad Szél, a Stella Dunajeckitől. Utána jöttek több apró szerepek, kisebb szerepek. Aztán egy nagyon kedves szerepem volt a Bizet Carmenben, a Mikaela. Azt már a főiskolai koromban már megtanultam, és örültem, hogy most már a színpadon is elénekelhetem. Ez végigkísért egész művészi pályámat. Talán még az utolsó évben is énekeltem, 25 évig. Úgyhogy hozzám nőtt, szerettem. Jó, hogy a hangom közben drámai szoprán lett, de hát az áriában ottan érvényesült a drámai szoprán. Az első felvonás duettjében ott a líraiasság. Úgyhogy szerettem és meg tudtam oldani, és nagyon-nagyon sokszor énekeltem. Körülbelül már nincs 36, nem. A Mikaelát 47-szer énekeltem.
elérkeztem a 22. szerepemhez, a Turándothoz. Na. Ez volt az első premierem, hogy premierben énekeltem. Nagy izgalom volt. Úgy az énekkarban, mint a szólista gárdában, zenekarban. Na, de álljunk neki, Turándotot, egy nehéz opera. De mondhatom, hogy az a siker, ami azután a premier után volt, ritkán volt. Turándot, Albert Anna Mária, Altum császár, Citron Géza, Timur, előzött tatárfejedelem, Szanati József, Kala, Timur fia, Otrok Ferenc, a Román Népköztársaság érdemes művésze, Liu, rabszolganő, Puni Julia, Pink kancellár, Brázu Mircsa, Pang marsal, Boros István, Pong főpohárnok, Horváth László, Mandarin, Mester József. Vezényel Glauco Curiel, a Milánói Scala karmestere. Rendező Szimberger Sándor, a Román Népköztársaság érdemes művésze. Karigazgató Szarvadi Gyula. Nagyon érdekes ékszereim voltak a Turándotban. Sajnos a ruhám nincs, meg szétbontották. Pedig az igazán érdemes lett volna most is megmutatni, mert egész biztos mindenkinek a dicséretére Roscescu Lia olyan nagyszerű kosztümöt tervezett, hogy mindenki minden Turándot megirigyelhette volna tőlem azt a kosztümöt. Aztán volt, nagyon érdekes volt az, hogy a Turándotban például ez volt az én festékes ládám, csak most már nemrég kidobtam az összes festékeimet, pedig évekig tartottam, Szentpillától elkezdve mindent. De itt van egy nagyon szép ékszer, ez volt a fülbevalom. Hát a képen lehet látni, ide fölraktam, és akkor így hozzá, ez is egy gyönyörű galléron volt. Ez a másik fülbevalom, ez is nem ilyen szép, gyönyörű. Akkor, hát a Turándot persze ilyen hosszú körmeim voltak. Ezek voltak a körmei. Ez a kicsi ujjamra. Szóval itt mindegyiknek meg. Ezt megtartottam, a többieket nem nagyon tartottam meg. Nem ilyen szép. Így álltam. Na, akkor mi volt? Akkor az Otellóban, ottan is egy nagyon szép, egy gyűrű, ja, igen, volt gyűrűm is, amit én fabrikáltam. Ilyen hosszú gyűrű volt, ez nagyon szép volt. Akkor hát most már ugye tönkre mentek. Akkor volt egy másik gyűrűm, ment a kosztümömhöz. Ez is milyen szép volt. Úgyhogy nagy volt a kosztüm, úgyhogy elbírta ezeket a nagy gyűrűket. A második előadás, vagy a harmadik, az éppen mikor 10 éves volt a Magyar Opera, mert akkor 58-ban adtuk ezt elő, vagy volt a premier, egy olasz karmester vezényelte, Glauco Curiel. Hát el lehet képzelni, hogy milyen izgalom volt, hogy Olaszországból jön egy karmester. Addig nem volt senki még idegen nálunk. Jaj, vajon mit fog mondani? Tartott egy kabinpróbát, na, tessék elénekelni, ott is megcsináltuk. Na, nagyon kedves volt, nagyon szeretett, élvezett volt vele énekelni, úgy a próbákon, mint a zenekarban előadáson. Mosolygott, énekelt együtt az énekesekkel, együtt érzett. Az arcán olyan kifejezések voltak, hogy könnyű volt és élvezett volt veled dolgozni. Ezt a szerepemet is 30-szor, 40-szer, nem is tudom hányszor énekeltem. Nagyon nehéz volt, de boldog vagyok a sorsnak, hogy ezt megadta, hogy el tudtam énekelni. Turándot szerepében Albert Anna Mária eddigi pályafutásának talán legnehezebb és legigényesebb próbakövét hagyta maga mögött. A bolygó hollandi zentájához viszonyítva alakítása nagy fejlődésről tanúskodik. Figyelemre méltó az a sokoldalú alapossággal párosuló mély muzikalitás, melyel a szerep rendkívül igényes technikai problémáit a tőle megszokott biztonsággal és belső átéléssel megoldotta. Junger Ervin.
Utána megint egy csodálatos, a Fidelio. Hát a Beethoven zenéje, az valami imádság. Olyan szép volt, és olyan nagy szeretettel készültük. Először magánszorgalomból, de nem volt beiktatva a műsorba, a premierbe, és így magánszorban kiosztották a szerepeket. Én nagyon hamar megtanultam, szerettem Beethovent, nagyon sok dalát is ismertem, és a nagy koncertáriát, az Ach perfidot énekeltem már a konzervatóriumban is. És mikor színpadra kerültünk, az is egy olyan nagy siker volt, és művészi elégtétel is volt, hogy egy Beethovent meg tudunk oldani a Magyar Operával, és az énekkar is nagyon jó volt. Otrok, Vida, Trenka Éva, aztán Szilágyi vette át, általában Otrok szerepét mind Szilágyi vette át. Szilágyi Feri, vele is voltam külföldön. Énekeltük a Toszkát, Aidát, olaszul persze, Carment, Mikaellát, ezek. Na és lássuk a Beethoven után. A Fideliót azt Skopjéba is énekeltük, mikor a Magyar Opera ott volt egy pár előadással, és a Fidelio is köztük volt. Kitűnő Fidelio volt Albert Anna Mária. Az együttesekben különösen szépen, melegen csengett egyre nemesedő, súlyos drámai színezetű hangja. Mozgása is őszinte, egyszerű, keresetlen. Szegő Júlia. Kimagasló volt Albert Anna Mária teljesítménye. Zeneileg biztosan csengő hanggal, mély érzéssel énekelte szólamát. A hitvesi hűség őszinte kifejezője volt szívből jövő éneklése. A zeneirodalomban legszebb klasszikus áriáját, ahol kifejezésre jut a zsarnokkal szemben érzett megvetése, igen szépen énekelte. Elhittük eltökéltségét, hogy minden akadályt le fog győzni, csak hogy megmentse börtönbe vetett férjét. Lakatos István.